fajsúlyos kérdések dőltek el a közelmúltban, így fontos tudnivalókról számolt be a távhőszámlák kapcsán is a DVG ZRT és az önkormányzat. A tájékoztatót Szabó György vezérigazgató és Medgyessy Miklós sajtószóvivő tartotta. 2021. július 23-ai határozatában a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a DVG ZRT-t jelölte ki Dunaújvárosban távhőszolgáltatónak. 2021. július 1-i hatálya. A MEH ezzel felülírta a korábbi döntését, amellyel az állami MVM Oroszlányi távhőtermelői szolgáltató ZRT-t jelölte ki. Az erről szóló döntést a MEH a szerdai napon minden érintett félnek megküldte. Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata üdvözli ezt a döntést. Szeretnénk mindenkit emlékeztetni arra, hogy az önkormányzat április végén rögtön ezt a megoldási lehetőséget vázolta fel, amikor a DVCH-val felmondta a szerződését. Ugyan az MVM kijelölése után értelemszerűen a DVG ZRT-nél leállítottuk az előkészítő munkálatokat. Ezeket most a lehető leggyorsabban újra elkezdtük, gőzerővel folyik, a szabadságon lévő szakembereket is visszarendeltük. Meggyőződésünk, hogy a dunaújvárosi távhőszolgáltatás jó kezekben lesz a város 100%-os tulajdonában álló DVG ZRT-nél. A fogyasztók szempontjából most a legfontosabb kérdés a számlázás. Ahogyan arról az önkormányzat és a MEH is tájékoztatást adott, a DVCH nem bocsájthatott volna ki számlát június 30-át követő távhőfogyasztásról. Még akkor sem, hogyha a DVCH-nak erről más a véleménye. Most is mindenkit nyomatékosan arra szeretnék kérni, hogy a DVCH-nak ne fizessen be június 30-a utáni távhőszámlát. A DVG ZRT már felvette a kapcsolatot a DVCH Kft-vel, hogy átvehessék a számlázáshoz szükséges adatokat. Ezzel párhuzamosan a DVG egy adatbekérést is el fog indítani a fogyasztókkal. Ezt a Dunaújváros heti lap jövő heti számában már megtalálhatják majd, és szintén a jövő héten felkerül az önkormányzat weboldalára is. Arra kérünk minden fogyasztót, hogy ezt kitöltve küldje majd vissza a DVG ZRT részére. Az, hogy a DVG milyen gyorsan tudja elindítani a számlázást, az attól függ, hogy a DVCH együttműködik-e. Van egy nagyon fontos eleme minden számlának, ez az úgynevezett göngyölt rezsiblokk. A fogyasztó ebben a blokkban kap információt arról, hogy mennyi lenne a számla értéke a rezsicsökkentés nélkül. Ha ezt a DVCH nem adja át, akkor a fogyasztóvédelemtől kell megszereznünk ezt. Ennek a tájékoztatónak viszont szerepelnie kell a számlákon. Jelenleg úgy számolunk, hogy októberben indulhat a számlázás, ekkor a DVG a július, augusztus és szeptember havi számlákat fogja elküldeni a fogyasztóknak. Vannak, akik az önkormányzat és a MEH kérése ellenére már befizették a júliusi számlát a DVCH-nak. Tőlük azt kérjük, hogy ezt a számlát küldjék el a DVG ZRT-nek a befizetést igazoló bizonylattal együtt. Ami a legfontosabb, szeretném nagyon hangsúlyosan kiemelni, kétszer senkinek sem kell fizetnie. Ha befizette a DVCH-nak a júliusi számlát, küldje el ezt a DVG ZRT-nek, és így fogjuk megoldani, hogy ne kelljen újra befizetnie ezt a számlát. Szabó György hangsúlyozta, hogy akár megegyezés útján, akár a jogeszközeivel élve, de mindenképpen tiszta viszonyokat szeretnének teremteni a kérdésben. Ugyanakkor mindenkit arra kér, hogy augusztusban már semmiképpen ne fizessen távhőszámlát a DVCH-nak. A DVG vezérigazgatója külön kiemelte, hogy szintén fontos kérdés, mi lesz a távhőszolgáltatás operatív részében főszerepet vállalt munkavállalókkal. A július hónapban kiküldött, DVCH által kiküldött számlákon szerepel olyan tétel, ami természetesen használati melegvíz szempontjából, ami június hónapban lett szolgáltatva. Erre a DVCH-nak természetesen 100%-ig joga van, hogy le tudjuk egyszerűsíteni, hogy a lakosságnak ne kelljen fél számlákat lehetetlen módon befizetni. Ezért született az a döntés, hogy aki már befizette, azt a számlaigazolást elküldi a DVG-nek, természetesen ebből a számlából levonjuk azt a részt, ami a DVCH-t illeti meg, ott hagyjuk, a többi részt pedig mi jogi úton vagy megegyezés útján a DVCH-val megpróbálunk megegyezni, vagy így, vagy úgy. A augusztus hónapban esetlegesen kibocsájtott számlákat semmilyen módon ne fizessék be,
mert az a DVCH-nak jelen álláspontunk szerint nem jár. A másik óriási kérdés, hogy mi lesz a munkavállalókkal. Az én személyes hitvallásom is tisztem, hogy egy vezérigazgatónak az elsődleges feladata, hogy oldja meg, hogy a munkavállalói gyerekeinek a karácsonyfája alatt legyen ajándék. Én továbbra is ezen leszek, és nem érdekel az, hogy milyen trükkökkel, praktikákkal próbálják a személyi állományt kimenteni a DVCH munkavállalói közül. Azt a döntést hoztam, hogy az az ember, az a munkavállaló, mindegy, hogy a DVCH üzleti köréhez tartozó melyik cégnél dolgozik jelen pillanatban, de a távhőszolgáltatáson végez effektív munkát, és jelentkezik a DVG a honlapon elérhető telefonszám bármelyikén augusztus 15-éig bezárólag, akkor a munkatörvényként 36. paragrafusának megfelelő munkáltatói jogutódlásban foglalt összes jogát a DVG biztosítja. Ilyen a végkielégítés, ilyen a felmondási idő. Ezt szerettem volna elmondani mindenki megnyugtatására, mert azt gondolom, 40-50-60 ember megélhetése az nem játék, és nem lehet politikai csatározás eszköze. Szeretném megnyugtatni az összes DVCH ex, illetve jelenbeli alkalmazottját, abban az esetben, ha jelentkezik hozzánk, vagy éppen jelenleg folyamatos munkaszerződése van a DVCH-val, úgy a munkatörvénykönyve alapján kötelesek vagyunk átvenni, de ha valaki valamilyen úton módon kikerült szerződéses állományából a DVCH-t, de jelentkezik nálunk, hogy igen, én csőszerelő voltam, igen, én karbantartó voltam, ezeket az embereket az MT 36. paragrafusának megfelelően fogjuk tovább foglalkoztatni. Nem tudom, hogy tudják-e, hanem akkor a pontosítás kedvére a Magyar Energia és Közműszabályzási Hivatal az ország legerősebb hivatala, önálló törvényalkotási joggal rendelkezik, és közvetlenül a parlamentnek tartozik beszámolása. Ettől a hivataltól én, mint a DVG vezérigazgatója, egy olyan határozatot kaptam, amiben egyértelműen az van írva, hogy ne az átadás átvételt, hanem kezdjen meg a birtokba vételét a dunaújvárosi távhőszolgáltatásnak, a távhővagyonnak. Én azt gondolom, hogy a birtokbavétel az nem egy egyezkedés, egy egyesség, hanem azt mondja nekem az energiahivatal, menjek oda és vegyem át. Ha átadják, tök jó, ha nem adják át, akkor elvesszük. Nem hagynak más megoldást. Nem szeretnénk azt az áldatlan állapotot fönntartani, ami az elmúlt hónapban volt az MVMOTS kapcsán, hogy a dunaújvárosi lakosság nem tudja, hogy kiszolgáltat, kinek kell fizetni, de a meleg víz azért folyik, van engedélye, nincs engedélye, szeretnénk a lakosságot megkímélni továbbra is a politikai helyzeteknek az elemzésétől, meleg víz van, meleg víz lesz, abban az esetben, ha nincs, nem lesz meleg víz, akkor valaki bűncselekményt követett el, ezt a rendőrség és erre az ügyészség majd ki fogja deríteni, hogy ki volt az. Egyetlen egy dolgot tudok mondani, hogy mivel a meghatározat alapján nekem birtokba kell vennem, ez nem egy opcionális kérdés, bűncselekményt a DVG semmilyen formában nem követhet el, és a távhőszolgáltatás semmilyen módon nem akadályozhatja, hiszen jelen pillanatban mi vagyunk az engedélyesek. A sajtószóvivő hozzátette, vannak, akik az önkormányzat és a MEG kérése ellenére már befizették a júliusi számlát a DVCH-nak. Tőlük azt kérik, hogy ezt a számlát küldjék el a DVG ZRT-nek a befizetést igazoló bizonylattal. Fontos tudni, kétszer senkinek sem kell majd fizetnie erre az időszakra. A DVG vezérigazgatója hangsúlyozta, a már készülő tájékoztatók mellett két ügyfélszolgálati telefonszám segítségével akár személyre szabottan is tájékozódhatnak majd az érintettek a szolgáltatásról, számlázásról.